beszélgetésnek azt a címet adtuk, hogy a magyar lakosság innovációs kultúrája és nyitottsága mesterséges intelligenciára, és akkor szeretném megkérni a beszélgető társaimat, hogy fáradjanak fel. Sági Ferenc, az NRC Marketing Kutató és Tanácsadó Kft. Kutatási igazgatója fog velünk beszélgetni. Dr. Kovács Bence, a Richter Gedeon NRT képviseletében, ő a Global Business Unit General Medicines üzletág vezetője, és Balogh Péter Benedek, a Bosch csoport akadémiai kapcsolatokért felelős vezetője, úgyhogy akkor ide is vetődök az urak közé. És amit itt lehet látni, az egy kutatásnak a tulajdonképpen a kivetített vázlata. Ezt a kutatást az NRC végezte a Bosch és a Richter megbízásából. Ez augusztusban készült reprezentatív kutatásról beszélünk, és ennek a kutatásnak igazából az volt a lényege, hogy nézzünk arra rá, hogy a magyar lakosságnak mi a hozzáállása, mind egészében véve, mind részleteiben az innovációhoz, illetve a mesterséges intelligenciához. És akkor rögtön Ferit szeretném megkérdezni arról, hogy nagyon-nagyon röviden mondd el nekünk, hogy igazából mire jutottatok ezzel a kutatással, mik azok a főbb megállapítások, amiket megpróbáltunk a szlájdon is összefoglalni, de ami szerinted fontos, hogy elhangozzon itt a beszélgetésünk elején. Köszöntök mindenkit, Sági Ferenc vagyok, és köszönöm a lehetőséget. Akkor zonzásítva olyan néhány pontot felsorolok, jó, ami szerintem nagyon fontos. Tehát a gyorságon kívül mindenképpen az, hogy az innováció és az AI az valahogy azért még szétválik a lakosság fejében, de erről még fogok beszélni. Jó, ez egy nagyon fontos kérdés. Az szerintem egy nagyon fontos és hasznos eredmény, hogy amikor AI-ról beszélünk, akkor az emberek alapvetően egyébként jelenleg még nagyon hétköznapi dolgokhoz használják azt, viszont látják a potenciált benne, és itt például az egészségügyi alkalmazások igen kiemelt szerepet fordítanak, tulajdonképpen amikor AI-ről beszélünk, hiszen megmértük azt is, hogy egy teljesen átlagos mezei ember az AI-t hol tartja jól alkalmazhatónak, és az egészségügy az egy kiemelt terület ebben a tekintetben. Azért jó, hogy ezt most mondtad, mert lesz egy kerekasztal beszélgetés, ami kifejezetten azzal foglalkozik, hogy az egészségügyben milyen hasznosítható előnyei vannak a mesterséges intelligenciának, és ez hogyan fog kihatni a jövő egészségügyére. De most ne haragudj, de most elveszem tőled a lehetőséget, mert kíváncsi vagyok arra, hogy az urak ebből a kutatásból nagyon röviden mi az, amit kiemelnének. Köszönjük szépen. Üdvözlök én is mindenkit. Számomra a legmeglepőbb és egy sajnálatos info eredmény volt a kutatásból az, hogy a magyar lakosságnak mindössze csak a 10%-a köti össze az egyetemi kutatási eredményeket és az innováció fogalmát. Ez már csak a felelősségi területemből fakadóan is egy sajnálatos információ. Ugyanakkor egy lehetőség, egy kihívásnak tartom, ugyanis célunk az, hogy a legnívósabb tudományegyetemek és műszaki egyetemeknek a stratégiai partnerei legyünk a következő években, és például az ösztöndíj programunkat, a BEST-et azt még több helyen hirdethessük meg, ahol igazából itt a korábban elhangzottakra reflektálva a partnerségünk a cél, és nem feltétlenül a tudásnak a puszta elszívása. Itt az ösztöndíjas hallgatóknak lehetősége nyílik a kutatás közelében, a tanulmányok közelében maradni, és egy olyan ipari problémán dolgozni, ami releváns és egy jövőbe mutató problematika kör. Bence? Én is szeretettel üdvözlök mindenkit. Számomra a legmeglepőbb az volt, amikor mik a legfontosabb innováció kérdése kellett választ adni. És ott a lakosság azt gondolja, hogy az egészségügyi, mérnöki innovációk azok nagyon fontosak, azt hiszem 35% konkrétan a szám, ami kijön a kutatásban. Majd aztán konkrét innovációk, amik szerintem iparágat felforgató innovációk, mRNA-s vakcinák 11%-kal, biotechnológia 11%-kal jelenik meg ugyanebben a kérdésben, mint legfontosabb innovációk. Amire, hogyha visszarepülünk az 1900-as évek elejére, és megkérdeztük volna, hogy milyen innováció az, hogy egy év alatt mondjuk választ lehet adni egy ilyen vírus fertőzésre, ahol a populáció ezt sokkal jobban megszenvedhette volna, akkor mintha az innovációnak a jelentőségét és fontosságát azt a társadalom, mintha csak ilyen nagy buborékokba helyeznél, és utána a konkrétumokat nem tudná helyre tenni. Tehát szerintem itt van egy ilyen innovációs, edukációs kérdés ezzel kapcsolatban. De nem lehet, hogy csak azért, mert mondjuk nem jól értelmezzük magát a szót. Tehát, hogy egy fogalom zavar van, hogy nem tudjuk helyre rakni, hogy mi az, hogy innováció? Csak kérdezem.
Szerintem előfordulhat, hogy ez tükröződik vissza. Ezért is mondom azt, hogy szerintem egy innovációs, edukációs kérdés merül föl, hogy a társadalmat az egyetemeken, az általános iskolákban, bárhol, munkahelyeken érdemes lenne erről oktatni, hogy mi is az innováció, és mik azok a magyar innovációk, mik azok az innovációs területek, amikre igazán büszkék lehetünk. Na, akkor most ugye szóba hoztad azt is, hogy milyen érdekes, hogy a fejekben hol van ennek a fogalomnak a helye, meg mit társítanak hozzá. Mind a két cég esetében elmondható, hogy kutatásfejlesztésben is hát nagyon-nagyon sok területen elképesztő az az innováció, amit ti létrehoztok folyamatosan. Természetesen a mögöttes mesterséges intelligencia használata is, de vajon hogyan lehet, tehát mik azok a, mondjuk vegyünk egy-két gyakorlati példát, amivel el is lehet jutni a társadalomhoz, a népességhez, a fogyasztókhoz, hogy ez az ő fejükben is valahogy így helyreálljon ez a kép. Itt láthattuk azt, hogy van egyfajta elvárás az innovációkkal kapcsolatban, ez a kutatásból is kijött, és az egyik legjelentősebb eredményeket vagy elvárást azt a környezetvédelemben, környezettudatosságban, fenntarthatóságban várják az innovációtól a lakosság tagjai. Hogyha ezekről a fogalmakról beszélünk, akkor a Bosch számára az elektromobilitást tudnám kiemelni. Egy nagyon jelentős együttműködésünk a Budapesti Műszaki Egyetemmel pontosan az elektromobilitással kapcsolatos. Idén adtuk át az innovatív jármű technológiák kompetencia központot, vagy nyitottuk meg ezt a kompetencia központot, ahol a BME-nek a kutatói és a Bosch mérnökei azok egy olyan szimulációs és mérnöki mérési környezeten dolgoznak, ahol az elektromos hajtásláncnak a részegységei azok mélységében vizsgálhatóak és optimalizálhatóak. Itt a cél az, hogy növeljük az eljutás biztonságot, ez azt jelenti, hogy messzebbre juthassunk egy töltéssel például az elektromos autók esetében. Ez egy tipikus példa a fejlesztésből. Ráadásul itt a kompetencia központban még ezt a virtuális környezetet át is tudjuk ültetni a gyakorlatba, egy autóba építve egy görgős fékpadon is tudják tesztelni az eredményeket. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy a fejlesztésen túl is megjelennek olyan vevői igények, amik ugyanebbe az irányba hatnak. Van például olyan vevőnk, aki miatt egy egész gyárnak a fűtési rendszerét kellett átalakítani, hogy olyan környezet terhelési mutatókat tudjunk produkálni, ami azt indikálja, hogy a jövőben is befogadják a Bosch alkatrészeket. Tehát alapvetően ezek a fő elvárásokhoz kapcsolódó Bosch innovációk, én azt gondolom. Richternél? Richter oldaláról is azt gondolom, hogy annyira szerencsések vagyunk, mert a működésbe egyik cégnél se kell belemagyarázni, hogy honnan is jön az innováció. És hogyha megnézem azt, hogy maga a cégnek a küldetése az ugye az, hogy az élet színvonalat, az egészségügyi színvonalat tudjuk növelni. És hogyha ezt bontom tovább, hogy ez hogyan jelenik meg a stratégiában és az operációban, beszélt róla a vezérigazgató úr, elnök úr is, hogy 1200 ember foglalkozik ezzel itt kelet-európai központtal. Ez azt gondolom, hogy elég jól tükrözi, hogy hogyan kapcsolódunk mi tényleg a társadalomhoz. És még egy nagyon fontos aspektust hadd emeljek ki, mert itt misszióról, meg stratégiáról beszéltem. De ez nem megy anélkül, hogy a cégnek a kultúrája az ne vallja, a cégben dolgozó kollégák ne vallják magukénak azt, hogy innovatív szemlélettel jövünk be és dolgozunk. És éppen ezért került föl a Richter 4 vállalati értéke közé az innováció. És ahogy ezt mi értelmezzük, ez az, hogy keressük és ösztönözzük a kollégáinkat az új és hatékony megoldások keresésére, szeretném szó szerint, mert így jelenik meg, új ötletek elismerése és megvalósítása, és kockázatvállalás és a hibákból való tanulás. Tehát azt gondolom, hogy a Richter vállalja azt a kockázatot, és arra ösztönözzük a kollégákat, hogy vállaljuk együtt azt a kockázatot természettudományos üzleti innovációk oldaláról, amivel azt reméljük, hogy tényleg tudunk a közszolgálatában tenni, és a pácienseknek, az orvosoknak azt reméljük, hogy megfelelő megoldásokat hozunk. Konkretizálom, mert ez így elég politikainak tűnhetett. A gyógyszeriparban azt gondolom, hogy két fő üzleti modell döntés van. Az egyik az az, hogy innovatív, vagy az, hogy egy generikus bioszimiláris működés. Az egyik arról szól, hogy hogyan lehet átütő innovációt létrehozni, és azt mondani, hogy a gén technológiában élen jár a cég. A másik pedig az, hogy már ilyen innovációkat ugye generikus vagy bioszimiláris módon a páciensek rendelkezésére bocsátani.
Mind a kettőben nagyon komoly innovációs tartalom van, és ez szerintem nagyon fontos. És a Richter ugye egy nagyon érdekes módon mind a kettőt űzi, mind az innovatív, mind a generikus bioszimiláris működést. És egy konkrét példát, még konkrétabbat hozzak ebben. Tehát a biotechnológiában például azt mondani, hogy a Richter meg tudja csinálni a bioszimilárisan valamelyik monoklonális antitestet. Ez eredmény? Ez önmagában nem, egy egyetemnek, egy kisebb kutatócsoportnak csodálatos eredmény. Csak hogyha ezt a versenyben próbáljuk értelmezni, akkor jönnek azok a kérdések, hogy milyen kihozatallal, azok a sejtek vajon hogyan fogják azt a proteint előállítani, és ez mondjuk a termék önköltségében hogyan tud úgy megjelenni, hogy a pacienseknek tényleg elérhető legyen az a terápia. És ehhez olyan széleskörű és mély innovációs tudás kell, analitikai, technológia és mindenféle oldalról, hogy azt hiszem, hogy mi ezt valljuk magunkének természettudományos oldalról, és ehhez kellenek egyébként az üzleti innovációk is. Ez nagyon jó felvezető lesz egyébként majd ahhoz a harmadik kerekasztal beszélgetéshez, amikor tényleg arról fogunk beszélni, ami egyébként az embereket is leginkább érdekli már a mesterséges intelligencia kapcsán, hogy hogyan tudja a mesterséges intelligencia támogatni azt, hogy én biztos lehessek abban, hogy meggyógyulok, hogy az egészségem az tartósan jó legyen. És a harmadik beszélgetésben pont erre fogunk kitérni, hogy hogyan lehet gyógyszerfejlesztésben, gyógyszerelőállításban használni a mesterséges intelligenciát, de egyébként azért az is egy fontos szempont, hogy milyen kockázatai vannak a mesterséges intelligencia megjelenésének abban az értelemben, hogy az a sok-sok adat, ami mindenhol megjelenik, azzal ki, mit, hogyan kezd. De ezt nem tudtam nem észrevenni, hogy amikor Bence beszélt itt az innováció fontosságáról, most is egyfolytában, tehát kimondom ezt a szót, hogy innováció, és elkezdesz így bólogatni. Mi ez a reflex, ami az innovációnál neked ennyire bejön? Alapvetően én médiakutatással foglalkozom, és volt 3-4 egy konferencia előadás, amikor az innováció kifejezésnek a lakossági reprezentáció próbáltam megérteni és elmondani, és azért azt szeretném elmondani, hogy én mindig a lakosság oldaláról beszélek, hiszen kutató vagyok. Tehát, hogy itt ebben az vagy ebben a kutatási eredménysorozatban is azért érezzük azt, hogy az emberek az AI-t például nem feltétlenül tekintik innovációnak, és egész egyszerűen csak azért bólogatok itt, mert az innováció nagyon fontos, csak a lakosság esetében itt egy elcsépelt szóról beszélünk. Tehát, hogy abban az előadásban tudtam mutatni itt innovatív pelenkától kezdve egészen komoly egészen egyszerű termékekre húzzuk rá azt a marketing kifejezést, hogy innovatív, és tulajdonképpen az adatokban is ez látszik meg. Tehát, hogy az innovációról az embereknek egyértelműen egy nagyon pozitív kép ugrik be a fejébe, és pontosan tudják, hogy az ábrán is van, hogy az innováció alapvetően arra szolgál, hogy az ő mindennapjaikat könnyebbé, kényelmesebbé, jobbá tegye, az életminőséget növelje. Ugye az AI-val kapcsolatban, bár egy nagyon komoly innovációról beszélgetünk, azért a lakosságban mégsem ez a benyomás, mert hogy még nem igazán tudják, hogy eszik-e vagy isszák, annak ellenére, hogy a kipróbálási penetráció borzasztóan magas. Tehát egy teljesen hétköznapi átlagos lakos nem tudja elképzelni, hogy ez mire lesz alkalmas, és gondolom, hogy az innováció, ami ebből a kutatásból kijött, hogy az innováció és az AI közötti hasznossági különbségtétel, mert még egyszer mondom, az AI-ról nem tudjuk még lakosságilag eldönteni, hogy mennyire hasznos lesz a magunk mindennapjainkban. Valahol ebben kereshető a különbségtétel. Az innováció nagyon fontos, csak lakossági oldalról tudom, hogy nem vagyok népszerű itt a Bosch. Ezért van, ez már egy picit elcsépeltnek. Szerintem ez csak arra felhívás, és azt gondolom, hogy Bence is előbb mondta, hogy gyakorlatilag az edukációnak a lényege az is, hogy bizonyos fogalmakhoz a megfelelő tartalmat társítsuk, mert ezzel igazából el lehet azt érni, hogy azok, akiket egyébként ez érint, mert nagyjából mindenkit, azok tisztában legyenek a háttérrel. Hoztatok egy-két gyakorlati példát, de én még maradnék a gyakorlati oldalon, hogyha most az értékláncot tekintjük mindkét vállalat esetében, és akkor most kicsit érjünk át a mesterséges intelligencia jelenlétére, hol látjátok leginkább a vagy mindenhol, ez is lehet egy mondás. Igen, talán ez az utóbbi az igaza, hogy itt a korábbi előadásból is látszódott, hogy jelen pillanatban egy olyan technológiáról beszélünk, ami leginkább a gőzgép vagy az ipari forradalomhoz hasonló felforgató innováció, vagy megoldás, vagy áttörés, talán inkább így fogalmazhatnék. Nincs kifejezett egy konkrét alkalmazási terület, amiben gondolkodunk. Azt látjuk, hogy ha az értékláncra vetítjük, hogy gyakorlatilag az ötlettől, a kifejlesztéstől, a termékfejlesztéstől, a gyártáson át a logisztikáig egészen sok helyen tudunk alkalmazási területet találni.
egy példával hadd éljek a fejlesztésből. Gyakorlatilag azt látjuk, hogy olyan megoldásokra nyújt, vagy olyan problémákra nyújt megoldást a mesterséges intelligencia és azoknak az alkalmazási területe, vagy az algoritmusok, ahol eddig valamilyen technikai akadály miatt emberi erőforrással, emberi feladatok, vagy emberi munka által végeztük a feladatot. Egy ilyen terület például a nyomtatott áramköröknek a fejlesztése, ahol bizonyos mintákat ráznak, ütnek, és azt szimulálják ezzel azokat a hatásokat, amik mondjuk Kairótól Reykjavíkig érhetik az alkatrészt egy autóban, hiszen mindenütt egységesen kell teljesíteni ezeknek az alkatrészeknek, ezt ne felejtsük el. Ez egy nagy kihívás. Az ilyen nyomtatott áramköröket ezután darabokra vágják, fényképeket készítenek róla, és ezt a 3-400 fényképet kiadják 10-15 mérnöknek, akik repedéseket keresnek a különböző forrasztásokon. Itt a cél az lenne, hogy ne találjanak ilyen repedéseket. Ha mégis találnak, azt jelölni kell, mérni kell, és utána vizsgálni kell. Körülbelül 2 hét az, mire ez az elemzés összeáll. Egy itt már elhangzott képi feldolgozásos algoritmus segítségével sikerül ezt az időt rövidítenünk 1/2 órára körülbelül. Viszont azon túl, hogy időt nyerünk és hatékonyságot nyerünk, egyrészt a mérnök kollégák ténylegesen az eredmények kiértékelésére tudnak fókuszálni, tehát arra, ahol a szakértelemre, ahol az emberi kreativitásra, koponyára van szükség. Másrészt sokkal következetesebbek tudunk lenni, csökken a hibázási lehetőség és az eredmények következetesebbek. Jó, de azért ebből következik az is, hogy a költségek is tudnak csökkenni, mert hogyha időben észreveszel egy hibát, akkor utána ennek a hibának nyilván nem fog megsokszorozódni idézőjelben az ára. Azok a hatások, főleg az indirekt hatások és a tovagyűrűző hatások, azokat fel se tudjuk per pillanat még adott esetben mérni. Sok esetben például pont ez a probléma, és ez egy üzleti döntéshozók számára egy nagy kihívás lesz már most is és a jövőben is, hogy hogyan tudnak dönteni, hiszen kevés a rendelkezésre álló információ mondjuk a hatásokat illetően, csak bizonyos mértékig lehet ezt felmérni. Majd egyébként most már te is felkonferáld egy picit a következő kerek azt a beszélgetést, mert ott majd gyártás oldalról fogjuk azt megnézni, hogy egyébként a mesterséges intelligenciának a következtében hogyan lehet valahogy prediktív módon azt eldönteni, hogy egyébként milyen tovagyűröző hatásai lesznek, hozzátéve, hogy egyébként valóban az üzleti döntéshozók úgy kell, hogy döntést hozzanak, hogy nagyon-nagyon sokat investálok valamibe, és aztán vagy bejön, vagy nem, de majd erre egy kicsit később fogunk visszatérni. Richternél, értéklánc. Mesterséges intelligenciát innovációs kontextusba helyezve, én azt gondolom, hogy az innovációknak a típusainál, ha megnézzük, szerintem a teljes világot és az emberiség létét felforgató innovációkat, egy-egy iparágat, vagy egy-egy ilyen kiválasztási innovációt tudunk definiálni. És akkor ha nézzük, akkor azt gondolom, hogy maga ugye az ipari forradalom, vagy az internet volt felforgató, iparágat felforgató, amikor az antibiotikumok, vagy egy-egy új hatástani csoportot megtalál egy-egy gyógyszercég, és egy-egy területre fókuszáló, amikor egy innovatív terápia mondjuk a reumatológiában megjelenik. Nekem a mesterséges intelligencia, hogyha végigmegyünk ezen a gondolkodásmódon, és az emberiség jelenét és jövőjét felforgató, és múltját felforgató innovációkban, akkor én úgy gondolkozom, hogy a gőzgép mit csinált? A gőzgép felszabadított egy csomó gondolkodási kapacitást. Mit csinált az internet? Összekapcsolta ezeket a gondolkodási kapacitásokat. És most mit csinál a mesterséges intelligencia? Teljesen kitágítja azt a kapacitást, ami szerintem egy nagyon korlátolt kapacitás az emberi individumoknak a szintjén. Mert az emberi agy az egy csodálatos dolog, de nagyon-nagyon erősen korlátos. És ezeket a korlátokat olyan szinten tágítja ki, hogy tényleg beláthatatlan és nagyon széles körű az a felhasználási terület, ami a gyógyszeriparon belül meg fog jelenni. Ezek között a gyártásról külön lesz szó, ezt nem is említem külön, hanem amit említenék, az egyértelműen a diagnosztikának a területe,
ami egyébként szerintem paradigma döntögetéshez is elvezethet. Az emberiség nagyon régóta keresi azt, hogy abból a paradigmából hogyan tudunk kimászni, hogy valójában ilyen sörétes puskával dozírozzuk gyógyszerekkel a lakosságot, és ami anyukámnak, meg nagymamámnak is jó, az állítólag nekem is jó. Ez nem így van, ezt mindenki tudja, hogy attól, hogy milyen a DNS felépítésem, milyen metabolizáló vagyok, nekem más dózist kellene kapni. Csak egyszerűen ezt annyira bonyolult és annyira költséges lenne megcsinálni, hogy nem ez a paradigma. Abból a rengeteg adatból, ami keletkezik és rendelkezésre áll, és a jövőben rendelkezésre fog állni, hogy a genomot sokkal pontosabban és gyorsabban ugye le lehet szkennelni. Az, hogy tényleg a különböző individuumok, az itt ülőknek a metabolizálási mechanizmusait sokkal jobban fel lehet építeni, ez elkezd majd eddig meglévő gátakat döntögetni, azt gondolom, a precíziós gyógyszereléssel kapcsolatban. Át fogja alakítani, azt gondolom, a K plusz F kutatásoknak a gyorsaságát. Adott esetben a hatóságok, tehát a regulációs hatóságok által a követelményeket azt nagyon magasra tudja tenni, mert ugye ha egy gyógyszergyár mondjuk meg tudja azt lépni, hogy nagyon pöpecül rengeteg adatot a struktúrába odaad mondjuk az FDA-nek, vagy az EMA-nak, az amerikai és az európai gyógyszerügynökségnek, ezt innentől meg fogják követelni, és ez látszik. Tehát minden sokkal adatvezéreltebb lesz, és az adat feldolgozása és struktúrálásának gyorsasága, az pedig eddigi tabukat le fog dönteni. Szívem szakad meg, hogy azt kell mondom, hogy ebben most nem nagyon menjél bele, mert erről szeretnék majd beszélgetni két beszélgető társammal, konkrétan annak kapcsán, hogy egyébként a gyógyszereknél hogyan néz ki majd az adatok szabályozása, az adatok feldolgozása, és az hogyan fog megjelenni egy termékben. Még egy példát tudsz mondani? Egyetlen, igen. Ez fontos, mert az értékláncnak a kereskedelmi és marketing vonatkozásai azt hiszem, hogy szóba kell, hogy kerüljenek. A jelenlegi ajánlási rendszerek azok úgy néznek ki, a világ ezen a felén még nagyon erősen orvos által meghatározottan, nyugatabbra menve ennél sokkal erősebbek mondjuk a tenderek és a gyógyszer politikának, az eszközeinek a hatása, de mindenhol egy nagyon komplex dolog, hogy a bizonyítékon alapuló orvoslásnak az elvei, a költség szemlélet az hogyan találkozik össze. És azt gondolom, hogy az ajánlási rendszerekben az, hogy most hogyan gondolkozunk a gyógyszeripari marketingben például, ebben nagyon komoly változást fog hozni a mesterséges intelligencia, hatékonyabb, megint csak nagy mennyiségű adatfeldolgozást és új megoldásokat fog hozni, és a megfelelő algoritmusokkal az emberi döntések bizonyos pontokon hát gépiesíthetőek lesznek. Nézzük meg egyébként most azt a Mentimeter kérdést, amit feltettünk. Ugye az volt a kérdés, hogy az üzleti vagy a tudományos innovációban lehet-e nagyobb szerepe a mesterséges intelligenciának, és hát elméletileg bízom benne, hogy születtek is válaszok, úgyhogy akkor megkérném a kollégákat, hogy mutassák meg, hogy mire jutott a hallgatóság ezeknek a kérdéseknek a megválaszolásban. Hát úgy néz ki, hogy a tudományos innovációban nagyobb szerepe lehet a mesterséges intelligenciának. Nem tudom, hogy akkor ez esetleg Péter zene a füleidnek, nem? Az elején mondtad, hogy jaj, de rossz, hogy nem tudják, hogy egyébként az akadémiai úton mik. Én azt gondolom, hogy mind a kettőre nagyon nagy szükség van, és nem biztos, hogy tudnék különbséget tenni. Talán egy érdekes aspektus lehet az, hogy mennyire különböző időhorizontokról beszélünk a két különböző esetben. Egy tudományos innovációnál 5-10 évről is beszélhetünk, mire eredmény születik, vagy áttörés születik, míg egy üzleti innováció esetében, vagy az üzleti döntések esetében egyszerűen nem áll rendelkezésre ennyi idő a kísérletezésre, a várakozásra. Úgyhogy én azt gondolom, az egyik legnagyobb feladatunk, hogy ezeket és különösen az együttműködések segítségével tudjuk közelíteni és harmonizálni ezeket a különböző időhorizontokat, és már olyan applikálható, alkalmazható megoldásokat találni a tudományos innovációs folyamatban, amik átültethetők az üzleti életben. Bence, te mit gondolsz erről hozzátéve, hogy pont ugye, ahogy Péter is utalt rá, a tudományos innovációknál akár 5-10 év, de a gyógyszereknél minimum 10 év az, amikor egy gyógyszert a kezünkbe.
Teljesen egyetértek Péterrel, hogy az üzleti innovációban előbb fog berobbanni. És itt innentől egy ilyen időtávkérdésről beszélünk, mert szerintem azt fogjuk tapasztalni, hogy az üzleti innovációban bizonyos megoldásokban sokkal előbb megjelenik, és dominánsabbnak fog tűnni, de a tudományos innovációban betöltött szerepe az ugyanúgy nőni fog. Tehát nekem ez egy ilyen is 50-50-es kérdés, és a hatását azt más időtávon fogja kifejteni. Teljesen egyetértek Péterrel. Feri? Hát engem meglep, mondjuk én azt hittem, hogy az üzleti innováció fog erősebben kijönni. Az biztos, hogy a... Miért hitted ezt? Mert egy lakossági kutató vagyok, és ennek szurkoltam. Nyilván a lakosság számára, amit én majd meg tudok szuperül mérni, az üzleti innovációk lesznek azok, amik mérhetőek lesznek. Engem meglepett ez az eredmény, de tulajdonképpen egyetértek azzal, amit itt elmondtatok, hogy ennek kéz a kézben kell járnia. Tehát ez egészen egyértelmű, igen. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és tényleg ezt szerintem ma még háromszor fogom legalább elmondani, hogy még órákig tudnánk ezekről a témákról beszélni, de hát az az innovatív formátum, hogy gyorsak vagyunk, és hatékonyak, és pörgetjük a beszélgető partnereket. Nektek nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és megosztottátok a gondolataitokat velünk. Köszönjük szépen.